Július 30-a és augusztus 3-a között magyar és brit vadászgépek hajtóműveitől hangos Kecskemét. A Szentgyörgyi Dezső repülőbázison a Flying Sword 2018 elnevezésű brit-magyar közös repülőharcászati kiképzés zajlik, amely fontos szerepet tölt be a szövetséges légierők közötti tapasztalatcserében. Az augusztus 2-án tartott sajtónyilvános napot megtisztelte jelenlétével Ian Lindsay, az Egyesült Királyság Budapesten akkreditált nagykövete, és John Kelly alezredes brit katonai attasé is. A vendégeket fogadó Ugrik Csaba dandártábornok bázisparancsnok kiemelte, fontos számunkra, hogy olyan osztálytársakat is köszönhetnek most a hozzánk érkezett brit pilóták között, akikkel a magyar kollégáik még a kanadai NFTC program során tanultak együtt. Az itt tanultak segítenek abban, hogy egyrészt a legmagasabb szakmai szinten dolgozzanak, másrészt vált-válnak vetve tudjanak együtt dolgozni brit barátaikkal. A köszöntőbeszédét magyarul elmondó Ian Lindsay nagykövet elsőként megköszönte a Magyar Honvédség közös kiképzések és gyakorlatok irányába tanúsított folyamatos támogatását. Leszögezte, számára külön örömet jelent, hogy a brit királyi légierő ilyen aktív szerepet játszik a katonai kapcsolatok erősítésében. Kiemelte, hogy ez az első alkalom, amikor a brit Eurofighter Typhoon vadászgépek közös kiképzésen vesznek részt a magyar JAS-39 Gripenekkel. Az elmúlt évek során jelentősen kibővültek a brit-magyar katonai kapcsolatok, emelte ki a nagykövet. Ezzel együtt még további lehetőségek vannak a még szorosabb együttműködésre, nem csupán a légierő, de a szárazföldi haderők között is. Kiváló a brit-magyar katonai együttműködés, ennek bizonyítéka a héten zajló közös kiképzés is. Az elmúlt néhány esztendő során a védelmi együttműködés bámulatosan megerősödött. Ennek nagyon fontos részei a légierők, a brit királyi légierő és a magyar légierő kapcsolata nagyon szoros. Ez a második esztendő, amikor Typhoon vadászgépek érkeztek Magyarországra. A kapcsolat erős, és ezt kívánjuk még jobban megerősíteni. Ellis Williams őrnagy a kiképzés során olyan magyar pilótákkal is együtt repült most Kecskeméten, akikkel 10 esztendővel ezelőtt még Kanadában tanult és gyakorolt együtt. A kiképzést remek alkalomnak nevezte, ahol a hasonló gondolkodású pilótákkal lehet együtt dolgozni, egymástól tanulni. Ez egy nagyszerű lehetőség számunkra, hogy komoly képességekkel rendelkező, negyedik generációs vadászgépekkel s olyan pilótákat gyakoroljunk együtt, akikkel azonos a szakmai hátterünk. A kiképzés során látóhatáron túli és közeli légiharcokat gyakoroltunk, egymás ellen kihasználva a Typhoonok és a Gripenek minden képességét. Egy közös kiképzési repülés. Egyértelműen az a célja, hogy a brit légierőnek az állományaik itt vannak nálunk. Ők jelenleg Romániában megerősítő erők keretében hajtanak végre feladatot. A mi részünkről, mivel jövőre megyünk a Baltic Air Policingra, ezért nagyon-nagyon jó felkészülés arra, hogy lássuk, hogy mi történik délen. Valószínű, hogy ugyanaz történik északon is.